1939. szeptember esetén indult el egy rendkívüli történet, 70 fő tanulóval. Így indult 85 évvel ezelőtt a Széchenyi Technikum. Az akkori alapítók azonban még nem sejthették, hogy 2024-re egy 1100 főt oktató, 130 főt foglalkoztató, országos hírű iskolává növi ki magát az oktatási intézmény. A Széchenyi jelenleg az ország egyik meghatározó országos beiskolázási intézménye, a legmagasabb szint az oktatási technikus képzési engedélyi birtokosa. Bár 85 év alatt rengeteg változás történt az intézményben, és a történelmi események rendszeres kihívások elé állították az iskolát, azonban a technikumban a kezdetektől magas színvonalú oktatás zajlott, fogalmazott az iskola jelenlegi megbízott igazgatója az Alba Arénában tartott gálán. Már rengeteg változás történt ez alatt a 85 év alatt, a kezdetektől jellemzi, hogy magas színvonalú, a kor elvárásainak megfelelő műszaki területeken, valamint képes szakembereket, valamint olyan egyéniségeket, akik mind a szakmai világban, mind az életben megállják a helyüket. Az iskola 85 éves jubileumát köszöntötte Cserpalkovics András is. A polgármester úgy fogalmazott, minden iskola fontos és meghatározó Székesfehérvár számára, de a Széchenyi Technikum esetében egy emblematikus intézményről beszélhetünk. Bármikor is nézzük ennek az iskolának a történetét, bármelyik korszakáról is beszélünk, mindig elmondható volt, hogy nagyon korszerű, a technológiai színvonalat is tartó iskola és képzési struktúra volt mindig, amit itt a Széchenyivel meg tudtak valósítani. Tehát azt mondjuk, hogy szerintem létezik Székesfehérvári gazdasági modell, hogy közép-európai szinten is ezt az ipart meghatározóvá teszik, akkor ez oktatás, és azon belül a Széchenyi épület egyszerűen elképzelhetetlen lett volna. Annak érdekében, hogy a technikumban a következő évtizedekben is a korábbi évekhez hasonló színvonalú képzés történhessen, felújítás indul az intézményben. Korszerűsítik a technikum gépészeti műhelyét, lecserélik az iskola teljes bútorállományát, és cserélik az ablakokat is a szakképzési centrumok komplex fejlesztését célzó projekt keretében.